padok, szemetesek és a gyerekek számára egy kisebb játszótér került a Majdántó melletti erdős részre, amely egész évben közkedvelt kirándulóhelye a környékbelieknek. A fejlesztések értéke 808 ezer dinár, amit a Városi Mezőgazdasági Titkárság biztosított. Szabadka város az idei évben is támogatja további 808 ezer dinárral ezt a projektumot, úgyhogy egy ilyen külső tanuló szoba gyerekeknek, gyerekjátszótér, táblák elhelyezése szerepel az idei költségvetésbe is. És hát nagyon jó lenne, hogyha az, amit most itt sikerült megvalósítani, az utókor számára is fönnmaradhatna, mert még jóformán átadásra sem kerültek az itt látható tárgyak, eszközök, és már láthatjuk azt, hogy van az egyik szemetesről, például már egy lécet lebontottak, aztán azt is látjuk, hogy a szemét van itt hagyva. A környezet védelme mellett fontos tudni, hogy nyílt láng használata tilos, ugyanis egy esetleges tűz óriási károkat okozna az erdő élővilágában. A Majdántó a homok bányászásával jött létre, és a környező terület talajvizéből táplálkozik, ami nagy gondot okoz, és így a tó jövője is bizonytalan. Igen, nagy probléma ez a nyílt vízfelület ebben a mélyedésben, hiszen ez a kipárolgásával ugye folyamatosan elvonja a környező erdőktől a vizet, ami ugye annak kiszáradásához fog hosszú távon vezetni, úgyhogy ennek kapcsán kell majd valamit tenni a jövőben, hogy most betemetni, vagy más módon megakadályozni a víz elszivárgását, ez még majd kiderül, hogy a szakma hogyan ítéli meg, illetve milyen tervet dolgoz ki. Minden esetre valamit tenni kell majd ez ügyben is. A kirándulóhely fejlesztése a város számára fontos befektetés, és hasonló intézkedések várhatók az elkövetkező időszakban is, hangsúlyozta Horváth Tíme, a Szabadka város alpolgármestere. A szabadkai városvezetés számára ez egy nagyon fontos projektum, hiszen tudjuk, hogy az mellett, hogy a várost fejlesztjük, ez itt a kültelepülésünk is oda kell figyelni, és hogyha a kültelepülésen belül egy környezetvédelmi zónát összpontosítunk be, akkor azt mondhatjuk, hogy a Kelebia erdő és azon belül a Majdán az közismert itt Kelebián, hiszen nem csak a kelebiaiak számára ez pihenőhely és gyakran látogatott hely a nyári időszakokban, hanem a városból is érkeznek ide polgárok, akik többek között az előttünk álló majálusi ünnepeket is itt fogják tölteni. A Majdántó vizének minőségét egyelőre nem ellenőrzik. Azonban az idén erre is sor kerül, annak érdekében, hogy az illetékeseknek hivatalos információi legyenek a tó állapotáról.